Különleges látvány fogadja a sétálókat Balatonfüreden a kisfaludi színpad szomszédságában. Egy lapozható óriás könyv köti le a nézelődők figyelmét, amelyet a hétvégén megrendezésre kerülő könyv bor jazz -fesztivál kapcsán helyeztek ki. Nem valamiféle turisztikai információs füzetről van szó, bár kétségtelenül van turista csalogató hatása is. Az evangélikus egyház ötlete alapján készült az embernagyságú képes könyv, hogy milyen célnal arról a Balatonfüredi evangélikus lelkész beszélt hírad. Magyarországi Evangélikus Egyházunk a múlt évben nagyon gyönyörűen meg tudta ünnepelni az 500 éves jubilómát Evangélikus Egyházunknak, és szerettük volna, hogy ez az 500-as jubilóm egy kicsit tovább éljen. Legyen egy reformáció 501. Ennek apropóján jött országos irodánknál, hogy legyen egy gyönyörű képes könyv, egy ilyen kinyitható, mozgatható, turisták által kedvelhető könyv, amelyet, ha az emberek megtekintenek, akkor benne megismerhetik hazai evangélikus egyháztörténetünket, híres evangélikusságunkat, szerkezeti struktúránkat, szolgálatunkat, lehetőségeinket. Szerettük volna, hogyha tovább él egy kicsit ez az evangélikus jubileum, ez a megemlékezés sor, ez a fél évezredes szép ünnep valahogy az emberek szívében, és nagyon jó helye van most így a bor könyv jazz fesztivál keretében itt a Tagoresétány mellett, a Vitorlás téren. Merem remélni, hogy azzal a lehetőség áradattal, ami most itt valaton Valatonfüreden az Evangélikus Egyházról megindult, elindult, elindulhatott, olyan lehetőségeket tudunk kinyitni, amely számos embereket vonz. Koncertjeinkkel, német isten tiszteleteinkkel, vagy éppen a különböző kitelepüléseinkkel. Többek között most ezzel, az óriás könyvvel, és augusztusban egy újabb attrakcióval is készülünk majd, Menő Reformáció címmel egy csuklós busz fog majd ide látogatni augusztus 13 és 14-én Balatonfüredre, amelyet hasonlóan az arany 200-as buszhoz meg lehet majd tekinteni, és benne megismerni az evangélikusságunkat. Az óriás képes könyvet június 10-ig még biztosan lehet olvasgatni, de az sem kizárt, hogy a későbbiekben még találkozhatnak vele az érdeklődők Balatonfüreden.